föl kell vegyük a kapcsolatot a Kaposkopány Nemzeti Társulással, mert ezeknek, amit említettél, ezeknek nagy része az ő kezelésében van. Hát biztos, hogy borzasztó jó néven vennék, hogyha mi ezt kitakarítatnánk, de nem a mi feladatunk. Végül is a gyönki földtől rendelkező polgároknak kéne fizetni be ilyen hozzájárulást. Megmondom őszintén, én sem fizetem. Megmondom, én tudom egyedül annyi, hogy mivel nem csinálnak semmit. Azért én nem tartok fönn egy irodistát, hogy nyilván tartson engemet, hogy mennyit nem fizetek. Tehát ezért több millió forint megy be, én szerintem gyönkör is évente kéne bemenni, hogy ott van, tehát hektáronként számtól föld valami 300 valahány forint. Tehát milliós nagyságrendű. Én még gondolom azt is, hogy Gyönka nem tudná ezt a pénzt itt tartani, és ezt a önkormányzat fordítaná ezeknek a árkoknak a karbantartására. Hozzámi pályázni pénzt. Nem tudom, hogy most általában változik valami, hogy az állam átvette feladatokat, tehát megszűnik ez a hozzájárulás. Azt az idei 31-ig volt jövő év, tehát ez is alakul át. Nem tudom, tehát erre még én sem tudok információt mondani. De azt tudom, hogy kötelezően fizetni kellene, és nagyon sok ember pont ezért nem fizet semmit, mert az árkoknak magasabban vannak, felhészakolódva, mint mellette lévő út. Tehát egyszer tartalatlan, nagyon sok lehetett tudom mondani én is ellen kapcsolatban. Ha nem ebben a székben ülnék, azt mondanám, hogy egyetértek a Ferivel, de így nem mondhatom hangosan ki. Tehát valóban nagyon sokszor voltam én is olyan összejövetelen tájékoztatón Tamásig, ahol ezeket a dolgokat elmondták, és elmondták azt is, hogy sajnos nincs rá pénz. Holott valóban a csatorna mentén, vagy hogy a vízelvezető mentén lakóktól ugye veszették a pénzeket, vagy be akarták szedni. Teljesen csatorna mellett, a teljes területet szedik. Veszették a pénzt, valahol máshol végezték el a munkát, és itt mindig maradt. Egy másik probléma, hogy most fölvenjük a dolog, hogy egy ilyen vasúvar félét, vagy ilyen vasakat, livlót össze lehetne gyűjteni. Tehát nem tudom, az önkormányzat milyen lehetősége van arra, hogy esetleg kijelöljön egy helyet, ahova bárki oda viheti a rossz edényeit, a rossz akármisorát, tehát ami vas vagy fém, hogy ott lehessen összegyűjteni, és nem állapodó várján vele, hanem legyen meghirdet, és mindenki ingyen vérmentve oda volt, hogy van ez így veszett veszten. Van itt, aki fontos összegyűjteni azt a vasat, csak szólnak az a valaki, hogy tényleg kidobáljon, hogy vidd el őt, mert elmenni. Én azt mondom, valóban 5-6 olyan ember, tudnék most oda küldeni, de nem küldöm oda. Tudnék oda küldeni 5-6 embert, aki ezzel foglalkozik és elvinni, de sokkal egyszerűbb valahol elhagyni azt, mint azt mondani neki, hogy komán, vidd el és legyen az ilyen. Na most én azt mondom, hogy tulajdonképp, hogy ez egy hivatalos hely, ahol oda lehet vinni, akkor nem kell szaladni senki után, hogy te gyere, azt vigyd el. Honnan tudja miért, hogy mi az, aki szedje ezt? Hát én ezt most javaslom csak abban a szempontból, hogy próbáljuk meg összegyűjteni ezt a szemetet, az embereket tájékoztatni arról, hogy oda nézd, ott van az a személygyűjtel, vigy oda komám, és akkor nem költ ide oda dobál. Ez az egyik. A másikról viszont már beszélgettünk a sütőolajokról, amit szintén úgy gondolom, hogy az egész házi asszonyoknak mindenhol probléma minden házban, hogy hova öntsek ki a sütőolajot. Legyen egy sütőolaj. Én szintén ott is azt látom, hogy azt javaslom, hogy próbáljuk meg összegyűjteni valahol, vagy valami formában megoldani, hogy az emberek összegyűjtik ott van az ötlitert, és valahogy nem tudják adni. Igazándiból pontosan, tehát szintén erre a kérdésre, ugye beszéltünk már róla, de
De szakmailag nem vagyok fölkészülve most erre a dologra, hogy ez a sütőolaj, ez tulajdonképpen minek is számít. Veszélyes hulladéknak számít? Igen, mert ugye, jó, tehát a gondolatmenet csak innen, hogy ugye amikor az autóba lecserik az olajat, azt valóban gyűjteni kell, és tételesen vezetni, regisztrálni, hogy akkor az mennyi, meg hogyan, meg akkor ez ugyanaz. Ez korrigódik a szállítási szerződésünkben, ez egy veszélyes hulladék. Veszélyes hulladék, akkor ez nem is kevés pénz. Tehát egy pénzöknek kerül, hogy ezt elvigyék, és ne vigyük ki a... Igen. Ez komoly dolog, tehát ennek megvan a... nagyon háztartásokból, hogy akár hova kerül. Igen, nem, még nagyon sok forintot kell ezért például. Én szeretnék egy másik témára visszareagálni, polgármester úr mondani valójában nekünk valamelyik döntött, hogy nem a buszparkolás kérdése. Az olyan, hogy elmentő, de nekem tetszett olyan szempontból is, az ő érveim mellett, hogy érdemes azért is végig gondolnom, tényleg a bűnövezőmát, hogy ott megindul a beruházás. Mert egyébként is úgy fognak szűzni itt a buszmegálló mellett, az a nagy beruházás miatt, ott autóbuszoknak egy tankolatnyi helye nem lesz, én nem érintem a szomszédokat, meg mindenkit, amik a nagy gépekkel, építőanyagokkal, egyebekkel van, nem készülünk fel. Ilyen szempontból is, hogy a buszok ott nem tudnak ilyenkor este, meg napközösebb össze-vissza parkolni a házak előtt. És azt kell mondanom, hogy talán érdemes ebből a szempontból is végig gondolni, hogy márciusig kell valami megoldást keresni, mert szét fognak szedni bennünket a lakosok, csak magáért a beruházás okozta problémák miatt is, de hogy ott az egyébként is a tömegközlekedés nagyon mértékű probléma, tehát úgy, hogy érdekét is élni fognak azzal, hogy ott azok a nehéz gépek viszik az építőanyagot, ott lesz egy nagyon ronda időszak, és azért is kezdődik helyesen értetőkünk, nem fogva márciusban beruházás, nem itt a téli hónapokban. A másik, hogy én nem járok arra, amikor a gyerekek jönnek, de hogyha tényleg úgy van, hogy ez a veszélyes busz megvegyenek. Tehát lehet valami nagyon korrekt megoldást kéne keresni, hogy a szolgáltató érdeke is összérjönnek a gyerekek később, hogy felkészülni. Én ezt éreztem ebben kicsengésnek, hogy esetleg márciusi, nyilván elég karácsony előtt, amikor meg se lehet a víztől, meg a sávtól mozdulni. De jó lenne valami olyan megoldást találni, hogy esetleg mindenkinek, a szolgáltatónak is hangsúlyozom, meg a szolgáltatás igénybe ülnek, és a gyerekeknek a veszély, van a megoldást. Én azt nem tudom fizikailag meghatározni, hogy hol, hogy a mi. Nyilván azt szakmai kérdésnek tartom, és döntsen kell majd, de hogy nagyon komolyan kell vele foglalkozni, az biztos. Ez a beruházás igaz, hogy a jövő élet vesz igénybe, és ez akkor azt mondom, hogy fél év is kellene, fel lehet. Tehát fél év, és mondom, hogy nem fogjuk a gondolási központ díjig, meg innen a kanyartó befelé, ami a gimnázium is ott van minden, nem úgy itt is nem értem. Tehát az én indítatásom ezzel kapcsolatban, amiről most beszéltünk, természetesen ez a beruházás is nagyon fontos, de az általános iskolába beutaztatott gyerekeknek a buszból kiszállása és beszállása a jelenlegi helyen, borzasztóan balesetveszélyes. Tehát hogyha oda a buszok, ahogy annó annak idején is be tudtak állni, és ki tudtak szállni a gyerekek, és ott már más közlekedés nincs, onnan ugye meg tudják vezetni az általános iskolát, és azt mondom, hogy az éjszakai órákban pedig oda be tudnak állni a buszok, és nem az úttesten állnak meg, hanem egy külön parkolóba, ahova, hogyha kell, akkor két lámpát oda tesz az ember, és megvilágítja. Tehát azok a problémák is talán valamilyen szinten megoldódnak, amik most is voltak, hogy valamelyik buszt töltörték. Tehát azért mondom, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami e felé kellene, hogy eltudódjon, hogy megoldást találjunk erre. A kamerának is csak úgy lenne értelme, hanem a hűfázban lehet megnézni ezt, hanem a rendőrségekben üleit megnézik, hogy az a korban, hogy akárki az már 1000 km-re a régban. Már nem lehet a fölösleges. Ennek a kamerának is
Én még nem hallottam, hogy valakit láttak volna érdemlegesen rajta. Vagy azt mondják, hogy homályos, vagy azt, hogy nem lehet oda látni. És tehát így sok értelme nincsen. Most ide, ma történik valami, és akkor holnap után léptem, megnézzük fönne a felvételt, annak már is értelme. De akkor jön, amikor rendőrsége lenne, és akkor bejelentés van, akkor ott van az ötösen belül, megnézzük. Lehet az itt is csak az olyan minőséget kell tudni beállítani, és éles. Jó, Évi, hadd mondjam rá. Tehát valóban a rendőrök is kérték ezt. Ennek tulajdonképpen most jelen pillanatban egy technikai probléma, hiányosság tulajdonképpen, hogy ezt nem tudjuk most megoldani. Semmi más nem kell innen, mivel máshogy nem lehet, vezetékkel át kell vinni ezt az információt a rendőrségre. Tehát meg kell tárgyalni azt, hogy ahogy a kábel TV elmegy a villanyoszlopokon, amellett el tud menni egy ilyen vezeték, és ez a vezetékhoz nem okoz-e további minőségromlást. Tehát ezeket a dolgokat kell megnézni, és onnantól kezdve működőképes lehet ez a dolog. Tehát itt a hivatalon belül, vagy akár tehát a könyvtáron belül, vagy itt a művelési házon belül, vagy a hivatalon belül, szerintem ezekhez az információkhoz, amit itt a kamera felvesz, vagy közvetít, senki nem ragaszkodik. Tehát nyugodtan meg lehetne oldani. Következő kérdés újra, pénzkérdés, ki fizeti a révészt. Ennyire egyszerű. Tehát azt mondom, hogy a rendőrségnek szüksége van erre, ő kifizeti, vagy az önkormányzat fizesse ki, mert nem kell neki. Tehát ezt kell eldönteni. Ugye innentől kezdve. Nagy probléma a szexuális a térfigyelési rendszer, mert jelenleg a megyei főkapitányságra van bekötve a zöld kamera, ami szexuálot figyeli. Most szeretnénk bővíteni 15-re. A rendőrség nem jár hozzá, tehát neki erre pénze nincs. Ha az önkormányzat felvállalja, akkor ki fog épülni ez a rendszer. De a következő probléma, hogy ezt ha a kiépülés 15 kamera figyeli a várost, állandó felügyetet igényel. Tehát szerintem Győrkön az egy kamera nem igényelő azt, hogy a rendőrség legyen bekötve, valahol megfelelő minőségben rögzítse, mert itt ember úgyse lesz, aki ül a képernyő előtt is figyeli. Tehát a szexuális felügyelet 24 órás felügyeletet kell lelátni a rendőröknek egy emberrel, és az plusz költség lesz. Tehát itt fölösleges bevinni a rendőrségre, mert folyamatosan úgyse fogják figyelni. Egy helyen megfelelő minőségben, megfelelő ideig rögzítse. Ez lenne a cél. Ez megoldott a minőségről, nem tudok nyilatkozni, mert őszinte leszek, nem néztem meg a kamerának, hogy milyen minőségre tud rögzíteni felvételeket. De rögzíti fönn, tehát van erre egy számítógép, amelyik a memóriáját rögzíti. Igen, igen. Hát akkor egy technikai fejlesztés legyen, és akkor... Úgy van. Tehát nyilván akkor egy minőségi javítást kellene elvégeztetni, aminek újra csak az anyagi lehetőségek hagynak. De szabnak határt. Elvégi lehetőségre szerintem nem érdemes, mert ők járják az utakat. Most jelen pillanatban két rendőr van a környező településekre és Győrre. Nem hiszem, hogy ők a munkaidejüknek az egy tizedét bent töltik az őrsön. Mert akkor viszont nem tudják elvégezni a munkájukat. De mondom, tehát mi jelen pillanatban nem ragaszkodunk hozzá, tehát a rendőrségnek erre a technikára szüksége van. Szerintem meg fogunk tudni beszélni, és azt mondjuk, hogy indok volt és vigyék. Jó? Ők nem fogják azt mondani, de biztos megvennék itt a rászükségző, hogy itt van valakinek az állampolgárok az lenne. Rászüksége, hogy valami törzsúlyan is esetben. Az eredmény is legyen a nyugodás, vagy a nyugodás legyen. Viszont még a tényfélő kamerákon csak egy minden problémájában szexált kistérségi társulásban nagyon sok falut ellátnak most kamerákkal, benne van Kölecs is. Szentes, Kölecs, Sárszentlő, tehát minden bekötő utat be fognak kamerázni, ami szexuális.